csak juss célban, nemes barátom. A nevem Gray, és nem szeretek csevegni. Az a helyzet, hogy sohasem szerettem. Nem vagyok túl jó társaság, az érvelés pedig nem is állhatna távolabb tőlem. Szóval vitázni sem nagyon szeretek. Ő itt az öcsém, Tim. Idegesítő teremtés, de nem lehet nem bírni a fejét. Ezt most miért kellett? Mert idegesítő és nyálas. Miért hallgatod mindig ezt? Mert anya is mindig ezt a kazettát hallgatta, tudod jól. A frászt hoztad rám. Azt hittem, hogy láttam valamit, de... ahogy elnézem... Izgulsz, hogy beszélned kell. Izgulok, igen. A semmiből egyszer csak táviratot kaptunk, miszerint itt, Angliában él egy rokonunk, akinek mi vagyunk az utolsó örökösei. Tudom, mit gondoltok, átverés. De nem az, csekkoltam, a pasas tényleg ránk akarja hagyni az egész birtokát. Azt mondta, nem sok, de ez mindene, amilyen van. Azt hiszem, itt vagyunk. Mintha farmházat mondtál volna. Hol vannak az állatok? Nem tudom, nem is érdekel. Megyek, leparkolom a kocsit, te addig maradj itt. Rendben? Okili dokili. Ó, csókolom. Vagyis, mi szép nap ez a mai egy ízletes teára. Hogy szolgál az egészsége? Úgy látom, nincs túl angolos kedvében. Kihez beszélsz? Hát, azt hittem, láttam valakit az ablakban, de... talán nem. Ne szórakozz már! Inkább menjünk be! Csengetni akarsz?
Nem, rátöröm az ajtót. Persze, hogy csengetni akarok. Jó, nem kell undoknak lenni. Azt hittem, jó lesz a kedved, ha már elhívtál magaddal. Csak azért hívtalak el magammal, hogy idén ne menj csokit gyűjteni. De miért ne? Mert a Halloween gyerekes és ciki. Hiszen imádod a Halloween-t. Utálom a Halloween-t. És mégis egy elátkozott kastélyban töltöd. Ha-ho! Azt hiszem fent láttam. Megnézem a padláson. Én addig megnézem a nappalit. Durva. Wow. Gray? Asta! Király, a hely története! Ah.
hogy az a... Kérem, bocsásson meg, ha megrémítettem. Ön egészen biztosan Gray, amennyiben a szemem nem csal. Na hát, nagyobbnak tűnik, mint azokon a családi fotókon. Melyiken is pontosan? Magát egyiken sem láttam. Na, ennek is megvan a maga vicces kis meséje, de mindent idővel, fiatalember. Na jó, árulj el, hogy mi a csapda. A birtok túl nagy és értékes ahhoz, hogy csak úgy rám hagyja. Mint mondtam, mindennek megvan a maga ideje. De bocsásson meg, azt hiszem éppen most... Ré, fuss, fuss! Ó, igen, itt is jön. Fuss! Miért nem futsz? Te biztosan Tim vagy. A nevem Andrew Whiteberg. Örvendek. Kérnek egy kis teát? Beléd meg mi ütött, agyadra ment a Halloween? Valami nem stimmel itt. Először a fószer az ablakban, aztán most az árnyék izé a nagy szemekkel. Mit törtél össze? A padlót. A plafont. Attól függ, hogy honnan nézed. De hova lett az űrge? Nem azt mondta, hogy teázni fogunk? Te láttad már ezt a házat? Szerinted egy konyha van? Talán egy másikban főzőcskézik. Már azt hittem, sosem értek ide. 5 óra elmúlt, vége a teaidőnek. Azt hiszem, 5 után kell meginnunk a teát. Most már elmondhatná, hogy miért hívott ide minket. Remélem nem csak teázni. Jó angolként a tea a mindenem, szigorúan sütivel persze. De ma valami sokkal fontosabb miatt vagyunk a birtokon. Mint azt tudjátok, ti volnátok az utolsó élő rokonaim azok után, ami a szüleitekkel történt. Várjon egy pillanatot! Ha maga tudta, hogy mi lett a szüleinkkel, akkor mégis miért nekik címezte a táviratot helyettem? Mert tudtam, hogy azt kinyitod majd. Cseles az öreg. És a hallása sem rossz. Viszont éjfélt ütött már az óra, ideje ágyba mennetek. Jó ét! Jó ét! Tim? A frászt hozza rám ez a ház. Segítség! Segítség! Anya, itt van a kocsonya a kútból! Beteg van!
nagyon nagyon fázol. Itt vannak a modern bácsi. Mi a... Nagyon szép festmény. Tudod, mi ő? Nem igazán. Egy orvos a pestis járvány alatt, még 1300-ban. Akkoriban úgy gondolták, hogy a gyógynövények megvédenek a pestistől, így csőr alakú maszkokat tömtek ki különböző herbáriákkal, és úgy gyógyítottak. Természetesen ez nem vált be, így az orvosok is gyorsan hullottak. De miért van egy festmény egy ilyen orvosról a falon? A Viló birtokot erősen sújtotta a járvány 700 évvel ezelőtt. Az őseink mindent megtettek, hogy megvédjék a családot és a cselédeket, de a puszta akarat nem volt elég, így a pest is gyorsan megritkította az itteni népességet. Igazán sajnálom. Volt egy nagy borospince, a vidék minden zamatával tömve, de ebből a fenséges létesítményből hamar kripta lett. Volt, hogy hónapokig nem tudták elszállítani az elhunytakat, így a lelkek a hűvös pincében leltek ideiglenes békére. Ember, ez egy nagyon nyomasztó történet, szinte már félelmetes. Esetleg nem lehetne, hogy ezt máskor vitatjátok meg, mondjuk, nem is tudom, nem egy viharban az éjszaka közepén, ami amúgy is a frászt hozza rám? Ó, pardon! Jó éjszakát, fiatal urak! Érdekes. Nekem is a könyvtárcsarnok a kedvenc helyiségem az egész épületben. Bocsánat, nem akartam kutakodni, csak érdekesnek találtam a múlt éjjeli meséjét, és gondoltam, hogy megnézem, hogy találok-e valamit a pestisről a könyvtárban. Ebben itt például azt mondják, hogy már a pestis előtt is éhínség sújtotta a vidéket. Rovarok jöttek, megették a búzát, tűzvész volt a közeli hegyekben, majd amint elaludtak a lángok, jött az árvíz a közeli átszakadt gátból. Teljesen olyan, mintha az egész hely el lenne átkozva. Nos, üdvözöllek a birtokomon. A te birtokodon, ami azt illeti. Whitebird kiakaszt a meséjével. Ma reggel például az ükanyjáról beszélt, aki annyira beteg volt, hogy már beszélni sem tudott, csak kattogni a szájával. Parányanya lehetett. Pontosan ezért akartam egy kicsikét megszabadulni tőle. Szerintem tud valamit, amit nem mond el nekünk. Vajon látja a szellemeket? Ne kezd már megint a Halloween mániát! Nem, nem kezdem, csak tudod, az a nagy sötét alak a hatalmas szemével kiakasztott a padláson. Figyelj, egy ilyen öreg házban minden vészjósló szempárnak tűnik. Minden nyikorgás szellemsikítás. Én sem kiáltottam farkast, amikor tegnap éjjel egy csomó alak köhögött rám álmomban. Szerintem nekem megint volt egy olyanom. Kinyitottam a szemem, de nem tudtam mozdulni, de láttam, mi van körülöttem. Tudom, mit láttam. Talán nem is tudom, ne igyál annyi teát lefekvés előtt. Thank you.
Megígértem, megteszem, megoldom, hogy szabadok lehessetek. Mikor miattunk újra a kútból? A kattogó hangot nem hallottad? Egész éjjel fel alá járkált a folyosón. Azt hittem Wildberg az, de amikor kinéztem, senki nem volt ott. Kezdem azt hinni, hogy a paranyanya volt az. Sst! Hallgass! Undok vagy! Nem! Nézd! A borospince! Whiteberg azt mondta, hogy régen itt tárolták a pestisesek testét. Ha itt nem lesz szellem, akkor lemondasz erről a butaságról, és többé nem beszélsz ilyeneket. És ha látunk szellemet, akkor eljössz velem csoki gyűjteni az elkövetkezendő 5 évben. Legyen 10! Semmi. Az autóba, most! Nem, anyakazettáját felhagytam. Hagyd! Nem! Aj, várj! Hallom, sietek, ahogy tűrök, de nem találom kazettát. Nem lesz meg, gyere, siessünk! Nem mehettek el! Meg kell értenetek! Meg kell ért, Gray! Ide, gyorsan! Zsák utca, hova tovább? Van egy ötletem, takard el a szemed! Óvatosan, Gray! Ugranunk kell! Elment az eszed? Kérlek, bízz bennem! 3, 2, 1! Látod, Bálák? Meg kell értsd, Gray! Meg kell értenetek minket!
Ennyit a Halloween kísérletekről. Várj egy pillanatot! Mi szép nap ez a mai egy ízletes teára. Hogy szolgál az egészsége? Gray! Mint azt tudjátok, ti volnátok az utolsó élő rokonaim. Egy orvos a pestis járvány alatt, még 1300-ban. Vissza kell mennünk. Az előbb már kérdeztem, de elment az eszed? Nem. Azt hiszem megértettem. Ez az öreg teáskancsó már éppen lemondana az utolsó reményéről. Miért jöttetek vissza? Mert megértettük, Whiteburg. Én nem. A pestis járvány, a fekete halálnak nevezett kor, a boros pince, az orvos a falon, ezek a lelkek mind-mind itt ragadtak, miután a hely nem engedte őket tovább lépni. Már értem, Whiteburg. Tovább akarsz lépni a családoddal. Másra sem vágyom, csak arra, hogy tovább léphessek ők anyával. Akkor tedd meg! Lépj tovább! Én átveszem a helyedet és vigyázni fogok a birtokodra. Mindössze ez kellett. Tiszta szívvel átveszed az örökséget, ahogy én tettem a te korodban. Már csak mi ragadtunk itt, így ha ezt megteszed, a kör lezárul. A szavamat adom. Köszönöm! Most már értem. Szia! Ahogyan azt ígértem, láttunk szellemet, így az adósod vagyok. 5 évig minden Halloween-kor csokit gyűjtünk. Én 10-re emlékszem. Ja, hát nekem is baj van a memóriámmal, amióta ide jöttünk, de cseped se félj, elmúlik majd. Ez az a kazetta? Vallanom kell. Amikor megérkeztünk a birtokra, akkor kivettem a rádióból és elrejtettem a szalmabálák között. Igazad volt, ez tényleg nyálas. De minek fogunk öltözni az idén? Én szerintem egy angol arisztokrata leszek vicces bajusszal. Velem tartasz? Na-na! Here's your time to shine, show me what you can do.